Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Visszatér hozzám, így hívom ezt a jóslást. Akkor szoktam kirakni a kártyát, amikor valaki elbúcsúzott, és ha valaki felteszi ezt a kérdést, visszatér hozzám. Ez a felvétel egy személyes jóslás Divya részére. Kedves Divya, üdvözöllek téged ezen a felvételen, ez a te videód, ez a jóslás. Te elküldted nekem a születési adatokat, te nem kértél ugyan asztrológiát, de én belepillantottam mindkettőtök horoszkópjába az indiai számítás szerint, és ami nekem feltűnt, hogy ti köztetek egy kármikus kapcsolat van. Miért? Ezt röviden említem neked. Mindketten egy új hold után születtetek pár órával később. Te az ikrek jegyében, ő pedig a nyilasok jegyében. Az ikrek és a nyilas szemben áll. Ti tükröztök valamit egymásnak. De az is fontos, hogy ezt kiegyensúlyozzátok, mert ez olyan, mint egy mérleg. Azon kívül a te aszcendentusod rák, a rák jegyében van, nála pedig a lefele haladó holdcsomó szintén a rák jegyében van. Az pedig mutatja a múltat, kármikus témákat, mégpedig azt, amit ő átélt a korábbi életében. Nálad a nyilas jegye a hatodik életházban található, és ott van nálad a felfele mozgó holdcsomó. Nála pedig a nap és a hold szintén a nyilas jegyében van, megint egy ilyen kármikus kapcsolat. Nálad a hetedik ház, a hetedik életház, ami a párkapcsolatot jelenti, az a bak jegyében van, és ott található nálad egy visszafele tekintő Jupiter bolygó, ami szintén a múltat, kármikus témákat mutat. Az ő horoszkópjában a felfele haladó holdcsomó szintén a bak jegyében áll, és a Vénusz bolygó is, ami a szerelmet mutatja, meg azt a hölgyet, akit ő keres, az ő lelke, a lelki társa. Érdekes, hogy itt a kos jegyében van ez a nála a Vénusz bolygó, és ez a kármikus csomó, nála pedig Jupiter bolygó a hetedik életházban, és mint mondtam, az a párkapcsolatra utal, és most itt, ebben a bak jegyében, az indiai számítás szerint található Szaturnusz bolygó, ami kihat a sorsotokra, tehát vannak ilyen sorsdöntő események, változások. Azon kívül nálad a Mars bolygó a halak jegyében, nála Mars bolygó szintén a halak jegyében. A te horoszkópodban az mutatja a férfit, a lelki társadat, és ő ezt visszatükrözi neked. Ami még érdekes, hogy a 12. életházban, ahol titkok vannak, ott található nálad a nap, a hold, Szaturnusz bolygó és a lefele mozgó hold csomó az ikrek jegyében, és ott mozog ez év októberig a felfele mozgó hold csomó, tehát októberig mindketten ilyen kármikus témáitok vannak. Ezt így említettem, mert ez
ami összeköt titeket. Érdekes lenne így a két horoszkópot összehasonlítani. Ha gondolod, akkor hozzám fordulhatsz. És most mutatom ezt a jóslást. Először is felteszem a kérdést, hogy ő ezt tervezte-e, hogy visszahúzódik, vagy miért húzódott ő vissza tőled, ezt mutatja ez a kártya. Ezek a virágos kártyák az én saját kártyáim, mutatom is a csomagot, nagyon büszke vagyok rá, nagyon szépek, és jól lehet vele dolgozni. Ez a kép jelenti az akadályokat. Az ő életében voltak akadályok, nehézségek, problémák, amit neki meg kellett, hogy oldjon. Lehet, hogy ő ezt közölte is veled, de szerintem, hogy milyen akadályai, milyen problémái voltak vagy vannak neki, ő nem mondott mindent el neked. Talán azért, hogy ne rohanj el tőle. A másik kérdés pedig az, amikor ő így döntött, hogy ő most visszahúzódik, nem jelentkezik nálad, miért döntött ő így? Ezt mutatja itt ez a kártya. Ez olyan italozásokra utal. Ezt nem kell szó szerint érteni, hogy ő neki most problémái vannak az alkohol miatt, hanem ez a kártya azt jelenti tulajdonképpen, ha minden olyan átláthatatlan. Mint hogyha valaki úgy a kábítószer vagy az alkohol hatása alatt lenne. Én nem tudom, hogy ez milyen érzés, még soha nem próbáltam ki, de ez számomra azt szimbolizálja, amikor minden olyan átláthatatlan. Amikor nem tudjuk, hogy hogy döntsünk, mert nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt a felelősséget átvegyük, vagy komoly döntéseket hozzunk. Mit várhatsz tőle? Ezt mutatja ez a varázs, ez a virág a varázslatot jelent, egy varázslatos kapcsolatot, vagy egy mágikus vonzó erőt, és ez még mindig ott van. Ezt tudnod kell, hogy ez ami összeköt benneteket még mindig. És ha így van, ha megvan ez a varázslatos vonzó erő, akkor miért nem jelentkezik? Erre mutatja a választ ez a kártya. És ez azt jelenti, hogy ő szabadnak szeretné érezni magát. De miért van ez a gondolat, hogy ő nem akarja lekötni magát, hanem ő szabad akar lenni az a múltjával áll kapcsolatban? És pontosan ezt mutatja ez a kártya. Németül azt jelenti, hogy Schutz, lefordítva annyit jelent, hogy ő védi magát. Védi magát a csalódásoktól. Miért? Mert ő ezt már átélte. Szerintem nem csak egyszer, hanem párszor átélte ezeket a csalódásokat. És mi, vagy ki befolyásolja az ő életét, ezt mutatja ez a kártya, Verlassenheit. Ez annyit jelent, hogyha valaki otthagyja őt, vagy becsapja őt, vagy megcsalja őt, és ettől fél, hogy te is otthagyod őt. És ezek a félelmei, fél attól, hogy újra csalódás lesz, mert te is otthagyod őt. De ez a kártya mutathatja azt is, hogy ő elbúcsúzott azoktól a személyektől, akik eddig befolyásolták az életét. És a következő kérdés, egy nagyon fontos kérdés,
visszatér ő hozzád. Ez a kártya mutatja nem csak a szerelmet, hanem a testi kapcsolatot is. És itt is megvan köztetek ez a vonzás. És ha ez a vonzás ott van, és ez nem csak a szerelemre mutat, mint ahogy ez a kártya jelenti, hanem a testi kapcsolatot is, ahogy ez a kép itt ezt szimbolizálja, akkor biztos lehetsz abban, hogy ő visszatér hozzád. Gondol ő egy másik hölgyre? Ez a kártya mutat valakit, de ez a hölgy nagyon beképzelt. És ő ezt lezárta, biztos vagyok benne. Gondol ő rád, a tulipán szimbolizálja a szerelmet, a szeretetet és az értékeket is. Te értékes vagy a számára. Ez a kapcsolat, ez a szerelem számára nagyon értékes. Hogy él ő a jelen pillanatban, ezt mutatja ez a kártya, és ezek a megújulások. Ő választ egy új irányt, egy új utat. És a következő kérdés pedig az, hogy szeret-e téged, nagyon megbecsül. Ez mutatja a gondolatait is, a szeretetet is, és ez arra fog utalni, hogy ő lezár valamit a múltból, elbúcsúzik ettől a beképzelt hölgytől, és visszatér hozzád. Ami fontos számára, az a testi kapcsolat. Van valaki az életében, akit szintén szeret, egy másik hölgy? A választ mutatja ez a virág, és ez azt jelenti, ezek az emlékek, de ezek nagyon szomorú emlékek. És ő ezektől a kapcsolatoktól elbúcsúzott. És hogyan tovább kettőtök között, ezt mutatja ez a kártya, ez szimbolizálja a napot. És a nap, ez egy ilyen férfias energia, és szimbolizálja őt, mint férfi, és az azt jelenti, ő akar a középpontban lenni. Előfordulhat az is, hogy neki elvárásai vannak, és kívánja, hogy te írj neki, vedd fel vele a kapcsolatot, vagy könyörögj neki, hogy visszatérjen, de ezt én nem tenném. Természetesen, nyugodtan felveheted vele a kapcsolatot barátilag. Aztán, amikor ő többet akar, akkor kell, hogy tegyen valamit azért, hogy ti boldogok legyetek, és hogy te meg tudjál benne bízni. Ő nem miattad rohant el, vagy húzódott vissza, hanem félelmei vannak, mert nem akar újra egy kapcsolatot kialakítani, ami esetleg összeomlik, és megint vannak a fájdalmai, a sérülései. Ezért óvja magát. De ő nem felejtett el téged. Megvan ez a varázs, megvan ez a vonzó erő, a szerelem, a szeretet és a becsület is. Ebben megbízhatsz. Én most felteszek egy kérdést az ingára. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy egy kicsit? Ha az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az inga balra fordul ki, az azt jelenti, nem, ő nem szeret téged. Amennyiben az inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. Szeret ő téged? A válasz, igen, ő szeret téged. Kedves Divya, így tudtam a
a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, és kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!